Nézzük most egy picivel bonyolultabb feladatot, amelyben ugyancsak azt kell alkalmaznunk, hogy a hatványkitevők megegyeznek. Viszont mielőtt közös zárójelbe helyeznénk őket, azt látjuk, hogy az első zárójelben található egy vegyes tört, hogy ezt az 1,1-et át kell, hogy alakítsam áltörté. 1 x 2, 2 plusz 1 az 3, tehát így lesz majd 3/2. És mivel törtről van szó, érdemes akkor a 8-at egyszerűen csak aláírni egy egyes nevezőt, tehát 8 per 1-ként írni. És akkor ebben a zárójelben, ugye a feladat többi részét csak átmásolom. Az első zárójelben megpróbálok egyszerűsíteni, hiszen ha már szorzás van, akkor valószínűleg lehet egyszerűsíteni. A 3-at és az 1-et nincs értelme, viszont a 8-at és a 2-t, mindkét számot el tudom osztani 2-vel, ugye alulról csak egy fog maradni, azt nem is kell írni, és 8-ban a 2 megvan 4-szer. Hogyha most megnézzük, akkor az első zárójelben valójában 12 per 1-et fogok kapni. Ugye azért hagyom meg törtként, mert a második zárójel is tört, és akkor most már közös zárójelbe tudom őket hozni, alkalmazva ugye a közös hatványkitevőt. Tehát még egyszer az első szorzatunk, ugye 3x4 az 12, 1x1 az 1. Osztva, azt csak lemásolom, és 3 per gyök 2-vel. Alkalmazom a zárójelen belül a törteknek az osztását. Az első törtet csak lemásolom, az osztást átalakítom szorzássá, és a második törtnek a reciprok értékét veszem, tehát számlálót és nevezőt megcserélem. Ugye a 3-as kerül alulra, a gyök 2 pedig fölülre. A zárójelen belül, mivel szorzás van, megint megpróbálok egyszerűsíteni, és látjuk, hogy a 12-t és a 3-at mindkét számot el tudom osztani 3-mal, fönn megmarad a 4, lent megmarad az 1, amit nem is kell írni. És most már az maradt, hogy 4-szer gyök 2, és az egész a 6-on. Hát ugye a szabályunk azt mondja, hogy most szét tudjuk bontani, tehát egy szorzat, egyik minden egyes tényezőjére vonatkozik ez a 6-os kitevő, tehát lesz 4 a 6-on, és gyök 2 a 6-on. Hát ezt a részt tovább tudjuk főzni kétféleképpen. Az egyik, hogy külön-külön kiszámoljuk őket. Hát ugye az első, hogy 4 a 6-on az mennyi is lesz, a mi táblázatunk, amit tanultunk a 4-es alapú hatványról, ugye az az 5-ösig szólt, 4 az 5-en 1024. Ugye úgy kaptuk a táblázatunkat, hogy 4 a 0-on az 1, bármely szám a 0-on az 1, 4 az elsőn az önmaga, tehát 4, és akkor szoroztuk 4-jel. 4x4 az 16, 16x4 az 64, 64x4 az 256, 256x4 az 1024. Ha én szeretném megkapni a 4 a 6-ont, még ezt is meg kell, hogy szorozzam 4-jel, tehát akkor kapok 4096-ot. A másik tényező az a gyök 2 a 6-on. Szokásos módon fogjuk fölírni, ugye 6-szor írom le a gyök 2-t, párossával összehúzom őket, hiszen a gyök 2-ször gyök 2 2-t fog adni, ami azt jelenti, hogy van 2x2x2, vagyis 8. És akkor a végén úgy kapom meg a végeredményt, hogy a 4096-ot megszorzom 8-al, és akkor 32768-at fogunk kapni. Viszont, ha nem szeretnénk ilyen sokat számolgatni, akkor talán van egy könnyebb, illetve gyorsabb módszer is, ami annak köszönhető, hogy fölismerhetjük, hogy a 4 az valójában a 2-nek a hatványa. Tehát a 4 a 6-on ször gyök 2 a 6-ont egy picit másképpen fogom most felírni. A 4-est fölírom mind 2 a 2-on, és az egész a 6-on megmarad. A gyök 2 a 6-ont már az előtt kiszámoltuk, ugye azt mondjuk, hogy 2 a 3-on. És akkor azt látjuk, hogy 2-es alapú hatvány van. Itt még először el kell végezni a hatvány hatványozását. Ugye a szabály azt mondja, hogy alapot lemásolom, a kitevőket összeszorzom. 2x6 az 12. Tehát 2 a 12-en szorozva 2 a 3-on, azonos alapú hatványok szorzása, alapot lemásolom, kitevőket összeadom, 12 plusz 3 az 15. Tehát a végeredményem 2 a 15-en. Hogyha most kiszámolnám, hogy mennyi 2 a 15-en, ugye 15-ször leírnám a 2-est, mind összeszoroznám önmagával természetesen, akkor megkapnám a 32768-at. Tehát nem szükséges, hogy mi megadjuk a végeredményt, nyugodtan hathatjuk ilyen formában is.